szia, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, új éven. Remélem, hogy mindenkinek jól telt a szilvesztere. Még egyszer mindenkinek boldog új évet szeretnék kívánni. Itt van velem a Davis, éppen játszik ezzel a fajátékkal. Látod, lehet vele építeni. Mi a helyzet? A Lukasz ott van a háttérben, nem más csinál, mint takarít. Hol van? Ott. Látod, Lukasz, mit takarítasz? Azt, mert kiöntötte a fiát, oda rántötte, oda le, oda öntötte mindenfelé. Nem tudom, hogy sikerült neki, de... Na mit csinálsz, Nyuszi? A Nyuszi meg itt elhúzogatja a kamerát. A feleségem bent van, ahol készülődik, ugyanis... Ugye mi 9 órával előrébb vagyunk az időben, ami azt jelenti, hogy nekünk ugye előbb van új év, tehát nálunk előbb lesz 2017, mint nálatok lesz, vagy volt. Ugyanis ma nálunk... Ez a videó, amikor kész, ugye szombat van még. Szombat délután egész pontosan 2 óra 15 perc. A Davis az ott van, valamit mondtad a számítógépen, várjál meg a timeline-tól. Mit csinálsz, Nyuszi? Add ide, elkapcsoljuk a tévét. Készülődünk, ugyanis el fogunk menni ide a közeli közértbe. Akarunk venni egy kártyát. Nem is akármilyen kártyát, egy ilyen. Milyen kártyát akarunk venni? Egy másik Steam kártyát. Egy Steam kártyát, mert Lukasz valami játékot akar letölteni, és ilyen játék kell hozzá, várjál. Elkapcsoljuk a tévét. Micsodát? A YouTube-os életet. Ilyen játék, biztos, hogy ismeritek. Mit hallottál? Ha te nézsz a Videomania, ő már csinált videót róla. Igen? Akkor biztos, hogy ismerik Magyarországon. Várjál! Megyünk, mert a Nyuszi tapogat. Nézd, megtaláltuk a kedvenc műsorát a Davisnek a tévébe. Utána pedig ugye nem másra fogunk menni, mint a szüleimhez fogunk átmenni, jön át az öcsém is. Egy kicsit majd lehet, hogy filmezek, lehet, hogy nem, ugye majd meglátom, hogy ugye mit fogunk pontosan csinálni, ugye a szüleim, ahogy szoktam mondani, nagyon szeretik, hogy ott filmezzük őnáluk. Ott fogjuk tölteni a szilvesztert, legalábbis egy a 6 óráig biztos, aztán jövünk haza, mert ugye mondtam a Davisnek, mindegy, hogy milyen nap van, ő akkor is el akar menni aludni, ugye ilyen 7-38 óra környékén. Mi mit fogunk csinálni, Lukasz? Itthon leszünk, tévét nézünk, biztos nézünk egy filmet, vagy kettőt, iszunk egy sört, vagy kettőt, vagy hármat. Ja, a filmet néz, azt hittem 3 sört is. Számomit, hiszen kettő. Ja, nem alszunk el, mert éjfélkor meg ugye pesgőzünk, vagy iszunk valamit, és mit csinálsz, hülyéskedsz? Holnap reggel, tudom, hogy van holnap reggel, korán kelünk. Nem is akár mi miatt kelünk korán, miért kelünk holnap korán? A valami ötöt fogjuk filmezni, holnap 2 darab részt fogunk lefilmezni, nem más, mint a tengerparton. Nagyon reméljük, ugyanis van egy dolog. Egy érdekes dolog, ugye... Mondani? Mit? Lezárták a tengerpartot, a holnapi részt a tengerparton kell filmezni, mind a két részt képzeld el, nem kell, de ott akarjuk, és ma volt benne a hírekben körülbelül egy ilyen 20 perccel ezelőtt, hogy miért zárták, lezárták a tengerpartot, miért zárták le? Egy sark, hogyan kell mondani magyarul? Cápa miatt, jött a cápa, és itt köröz valahol ott lent azon a részen, ahol akartunk filmezni, és le van zárva a tengerpart, de hogy véletlen valakinek a lábába ugye beleharapjon. Reméljük, hogy holnapra kinyitják a partot, ugyanis hogyha nem, akkor nem tudom, hogy még mit fogunk filmezni. Reggel korán fogunk mi kelni, ugyanis olyan évekről ugye el fogunk menni aludni, tehát olyan 8-9 óra környékén lemegyünk a tengerpartra, ott fogunk egyet fürdeni fogunk, meg egész időt ott leszünk, majd meglátjátok pár héten belül. Aztán akartam nektek valamiről beszélni. Kaptam több e-mailt az elmúlt egy pár hétben, főleg egy pár napban, mióta kijött a film, ugye megosztottam a filmet is, mindenféle fajta e-mailt, kommentet, és többen kérdeztétek ugye, hogy mi lesz majd 2017-ben, ugye mi lesz a vloggal, mi lesz a valami ötlet, ugyanis említettem nektek, hogy egy kis változás lesz a csatornám. 2017-ben egy kicsit ugye szeretnék rajta változtatni. Nem tudom, hogy nektek van-e ilyen fogadalmatok, ugye? Hogy 2000, van mit megfogadtok, hogy mit csináltok 2017-ben. Tehát sokan szokták mondani, hogy jövőre nem fog dohányozni, nem fog sokat inni, a Facebookon nem fogok sok mindent megosztani. Ugye mindenkinek van ilyen fogadalma, hogy hasonló átláv, ilyenkor mindenki megfogad mindent, aztán sose tartja be senki se, legalábbis nem túl sokan. Mi a helyzet, Nyuszi? Nekem is van egy ilyen fogadalmam, amit én be akarok tartani. Én azt szeretném megfogadni, hogy érdekesebb és jobb videókat fogok készíteni 2017-ben. Kezdjük ugye a valami öttel, nagyon érdekes részeket filmeztünk le eddig is, és fogok is. Aztán, na már. Tehát érdekesebb videókat fogunk készíteni ugye a Lukasszel, a családdal, és megmarad ugye a vlog is, de ezentúl, január közepétől pontosan, amikor majd jön a valami ötnek a legelső része, ugye minden héten ezentúl szombaton lesz egy valami öt rész, hogy egész pontosan mikor azt jövő héten fogom veletek megosztani. És attól fogva körülbelül, hogy mondtam január közepétől, hetente
Kettő darab videó lesz. Ugye most három darab videó van, régen volt négy is. Ezentúl valószínű, hogy kettő darab videó lesz a héten. Nem ezen a héten, ugye január közepétől. Szombatonként valami jött lesz. Ez a valami jött végül is minden korosztály számára fog készülni. Lesznek érdekesebb részek. Mindegyik rész érdekes lesz, de valamelyik rész érdekesebb lesz mondjuk a fiatalabbik nézőimnek, mint mondjuk az idősebbiknek. Valamelyik rész pedig érdekesebb lesz az idősebb nézőknek, mint a fiataloknak. Ugye szeretek minden korosztálynak érdekes videókat készíteni, de mindig olyat nem tudok, hogy mindenkinek tetszen, de ígérem nektek, hogy érdekes dolgokról fogunk beszélni, mutatunk meg nektek érdekes dolgokat. Vasárnaponként pedig lesznek rendes vlogok. Ezek a vlogok úgy lesznek, hogy egész héten ugye filmezek egy-két percet itt-ott, majd ugye majdnem minden nap. És vasárnap ezt megosztom veletek egy ilyen vlogos formában, hogy ugye mi történt a héten. Ezt szeretném kipróbálni egy hónapig, két hónapig, és majd meglátjuk ugye, hogy ti mit szóltok hozzá. És majd meglátjuk ugye, hogyan folytatjuk tovább a jövőben. Azért gondoltam erre ugye, hogy heti csak kettő videó lesz majd a jövőben, ugyanis több időt szeretnék tölteni videózásra. Tehát olyan videókat szeretnék készíteni, ugye, mint a valami jött, tehát érdekes videókat, tehát hogy elmegyünk a Lucas-szel helyekre, beszélünk nektek dolgokról, megmutatunk nektek érdekes dolgokat, és végül is ezek is ilyen vlogos formájú videók lesznek, de mégsem. Majd meglátjátok. De ezekre a videókra ugye több időt szeretnék tölteni, mint az elmúlt egy pár hétben is. Több időt töltöttem ezekre a valami ötös videókra, mint mondjuk a vlogos videókra. Ugyanis ezek a vlogos videók, ugye hazajövök a munkával, felhasználom a kamerát, és csak ugye veszek éppen ami történik, de számomra néha kezdenek egy kicsit ugye unalmasak lenni, ahogy mondtam nektek, ugyanis majdnem mindig ugye azt csináljuk. Tehát elmegyünk az iskolába, hazajövünk az iskolába, elmegyünk dolgozni, és én azt hiszem, hogy az elmúlt több mint két évben már nagyon sok mindent ugye megmutattam nektek, én úgy érzem, de ugye ezentúl is lesznek vlogos videók, tehát ezentúl is szeretnék nektek filmezni, de csak is az érdekesebb dolgokat. Úgyhogy, most elmegyek és iszak egyet, aztán még valami másról szeretnék nektek beszélni, ugye az évvégi utolsó videóban, bár ez az legelső videó az év elején, ugyanis hónap lesz megosztva, és hónap már az év elején lesz. Na várjál, valamit iszok. Ugyanis, onnan néz, látod? Vettem amúgy múltkor ilyen energiaitat. A Red Bullról leszoktam, ez az a naturális energiaital. Nem tudom, hogy jobb-e, mint a Red Bull, de most hetente egyet, maximum kettőt ilyet iszok, hogy miért, majd egy videóban, vagy lehet, hogy beszélek nektek róla, de most még nem, de majd a jövőben fogok, valószínű. De várjál, mit akartam inni? Vizet? Hol a vizem? Nincs is itt a vizem, nincs a ütőben víz, várjál. Benne a jégtáskámba, az eszkimbe. Én is dolgoztam, nemrég értem haza a munkából, és itt a víz. Nem ez a teám, itt a vizem. Látod? Amúgy van a jéghűtőmben mindenféle fajta, például van ez a jég, ez a jeges, lehűtsi a kólámat, a fejámat, a vizemet. Aztán van benne, látod, ilyen csoki, ez a műzli szelet, van benne panadol, van a bogarak ellen ilyen spray, hogy ne csípjenek meg a bogarak, van benne papírzsepi, benne a pénztárcám, van benne a panadol, és más nincs benne. Na, úgyhogy ezt is megmutattam nektek, hogy mi van a hűtőtáskámban. A szelet nem érdekelt senkit se, de azt megmutattam nektek, mert próbálom kinyitni egy kézzel, aztán mondom, hogy miről akartam én nektek beszélni. Bajnok addig ide hátra, felhúzom ezt a reluxát. És a család most ott van kint, éppen öltözködnek, úgyhogy nem akarom őket lefilmezni. Amúgy szép az időként, elég ilyen izzadós idő van ma, látod, az év utolsó napján egy felhő nincs az égen. Állítólag holnap egy szép időt mondanak, és ilyen izzadós az idő, ami nem túl jó. Ami nem a legjobb, de legalább nem esik az eső. Úgyhogy, amit akartam nektek mondani, egy pár dolgot csak gyorsan, ugye megosztottam a filmet, és még mindig sok e-mailt kapok, meg kommentet, hogy de nem ugrottál bele a vízbe. Ugye mindegy, hogy ászor mondom el, hogy miért nem ugrottam bele, meg már többször is mondtam, miért nem ugrottam bele, de megmutatom nektek, hogyha innét beleugranák oda le, oda beverném a fejemet, az az egyik. A másik meg az, hogyha mi is lenne a víz, ugye, akkor is nagyon megütném magamat. Hogy miért úgy volt megcsinálva, ugye, hogy meg volt csinálva, mert valaki azt mondta, hogy ez csak egy hamisítás, miért kellett átverni a nézőidet. Ugye ez egy film,
Már mondtam ugye több embernek, ez csak egy film, szórakoztató jellegű szórakoztatásra készült. Tehát ahogy mondtam, hogyha nézel egy filmet a moziba, és a főszereplőt lelövik, és ugye nem lesz neki semmi baja, tehát nem lőtték le a főszereplőt sem, mert ez egy, az is egy film, úgy, ahogy ez is egy film. Tehát én sem ugrottam ki, lehet, hogy úgy látszott, lehet, hogy mégsem úgy látszott, mert ugye túl nem volt hiteles, de ez csak egy film. Közben bejött a Davis is. Mi van, Newsy? Ja! Úgy, hogy a rendőrök sem követtek, és nem 48 óra alatt készült ez a film. Te Nyuszi, azt ne üssen! Úgy, hogy ugye nem 48 óra alatt készült a film, hanem 3 hét alatt, tehát bár biztos, hogy nem nézik ezek az emberek ezt a videót, csak gondoltam, hogy hátha, ugye még egyszer megosztam mindenkivel, ez egy film, szórakoztató, jellegű, senkit nem vertem át, átvertlek titeket, szerintem nem vertem át senkit se. Úgy, ahogy mondtam, ez egy film. Aztán ezen kívül, még mielőtt elindulunk, még gyorsan szeretnék valamiről beszélni. Mióta megosztottam a filmet, megint nagyon-nagyon-nagyon sok e-mailt kapok, ugye nagyon sokan kérdezitek tőlem, hogy hogy lehet ide kivándorolni, hogy tudtok ide kijutni, és mi a legegyszerűbb mondja. Eddig senkinek nem válaszoltam, ugyanis régebben ugye a csatorna arról szólt, hogy hogyan lehet ide kijutni, és próbáltam segíteni embereknek, mutatni dolgokat, milyen vízummal jöttünk mi annak idején, de azóta rettentő sok minden ugye változott, a csatorna is megváltozott, és rájöttem, hogy ebben senkinek, de senkinek nem tudok segíteni, ugyanis mindenkinek ugye más, tehát milyen vízummal tudsz kijönni, hogyan tudsz kijönni, mennyi pénz kell hozzá, ebben senkinek nem tudok segíteni, tehát ezekre az e-mailekre egyáltalán nem is válaszoltam, nem is fogok válaszolni, ugyanis legelőször ugye még válaszoltam mindenkinek. De hogyha válaszolok egy e-mailre, ugye egy ilyen 15-20 perc még megírom, válaszolok. Utána jön egy másik e-mail, meg még egy, és hogy mindenkinek válaszolnák, tehát a fél délutánomat ott töltem a számítógép előtt, és csak válaszolnák. Tehát ezért senkinek nem válaszoltam, és nem is fogok a jövőben sem. Mit csinálsz? Ezért nem kell ugye senkinek megsértődni, ugye, hogy mert nem tudok segíteni, vagy nem írok vissza e-mail, de ebben tényleg senkinek nem tudok segíteni. Tehát nem engem kell megkeresni, hanem egy ilyen közvetítőt, ugye, és azok el tudják mondani, hogy kinek mi a lehetősége. Na mindegy, erről a párról szeretném volna nektek beszélni egy kicsikét, úgyhogy most nézem, hogy mit csinál a család, viszem a kockákat, és hogyha gondoljátok, amúgy írjátok meg, hogy nektek mi az újévi fogadalmatok, vagy mi volt tavaly? Ez lehet egy jobb kérdés, mi volt tavaly? Hogy betartottátok-e, vagy nem? Tehát, hogy megfogadtatok valamit ugye a múlt évben, hogy január 1-től valamit nem fogtok csinálni, betartottátok-e, vagy nem? Ugyanis szerintem a legtöbb ember nem tartja be, csak azt mondja, hogy január 1-től nem fogok, vagy kevesebbet fogok, nem tudom mit csinálni, dohányozni, vagy nem tudom, ugye. Amúgy más ilyen fogadalmam nekem semmi nincsen. Próbálok még érdekesebb videókat készíteni, úgy ahogy mondtam, én szeretek videózni. Néha egy kicsikét ugye nehezebb, főleg a Davis mellett, de ezért is fognak majd videók készülni a jövőben a Davis-szel, és ugye minél idősebb lesz, várják meg az ajtónak, minél idősebb lesz, annál többet lesz benne ugye a videókban is, és szerintem rettentően fogja élvezni ezeket a videókat. Amúgy van egy, a valami jött be lesz egy rész, amiben ő lesz bent, majdnem, hogy teljesen, szerintem egy nagyon érdekes rész lesz, ezt így nem filmeztük le, de lefogjuk, és majd meglátják, majd meglátjátok január, február, március környékén. Na, ugye most ezeket leteszem, nem is tudom, hogy mit csinálok. Húzom az oklimat, mert még nincs rajtam. Nézem a családot, aztán indulunk! Oda nézzél, 33, az előbb 34 fok volt, képzeld el, rettentő meleg, ahogy mondtam. Ami azt mondták, hogy maximum, ha jól emlékszem, 38-at mondtak, maximum annyi lesz ma, vagy holnap. Az idő, látod, közben indultunk, egy felhő nincs az égen sehol se. Várják, közben zöld a lámpa, úgyhogy menni kell. Nagyon meleg van. Amúgy lesz tűzijáték nálunk, 10 különböző helyen lesz, több időben lesz, ugye éjfélkor is lesz, éjfél előtt is. Régebben el szoktunk menni, de most egy időben nem volt elment, ugye szörfőzben ott szokott lenni éjfélkor. Kétszer mentünk el, megnéztük, de idén nem megyünk. Ugye a Davis picikkel nagyon nem tud fellenni, úgyhogy ugye mondták, hogy menjünk el és filmezzem le. Majd talán jövőre, vagy jövő után, majd meglátjuk. Amúgy petárdát nálunk nem lehet venni, ugyanis illegális, nem lehet venni ilyen tűzijátékos petárdás, ilyen otthoni valókat, ugyanis nem lehet használni. Tehát ha meglát a rendőr, akkor jól megbüntet, meg elveszi, meg nem is lehet kapni sehol se. Tudom, Magyarországon tudom, hogy ugye vesz mindenki petárdát, nálunk nem is tudom, hogy hol kellene venni. De várj, befordulunk. Na, közben meg is érkeztünk. Ahogy elnézem, most már legalábbis ebben a bevásárlóban vannak, de nem olyan túl sokan, hogy ugye nem lehetne bejönni se.
Megnézzük itt hátul a helyet, ugyanis elől itt még mindig tele van. Tehát itt megállni nem nagyon lehet szerintem. Azért oda elmegyünk hátulra, ami még mindig látod, jönnek, mennek az emberek. Vesznek sok mindenféle dolgot. Nézd valakinek itt a hajója. Ez az emberi, látod milyen? Ilyen csónakhajó. Na várj, ide beállunk. Ott, látod? Na majdnem nekünk közelítnek az oszlopon, kicsit előrébb megyünk. Úgyhogy! Amúgy holnap, én azt mondom, hogy holnap sok minden zárva lesz. A boltok nyitva vannak egy-kettő, de nagyon sok bolt zárva lesz. Úgyhogy sok minden, nem sok mit fogunk holnap csinálni. Ugye filmezik, ha valami ötöd, de azon kívül. Ma meglátjuk! Ugyan, most hozzuk a Davis-t, a babakocsit nem hoztuk, úgyhogy gyaloglunk. Nyuszi, mit szólsz hozzá? Gyaloglunk vagy nem gyaloglunk? Mi csinálsz? Ha? Na, megyünk? Lucas hozta a pénztárcáját. Reméljük, hogy lesz ilyen kártya. Aztán este YouTube-os, vlogos. Mit kell csinálni? Ilyen vloggerek vagyunk, YouTube vloggerek. Nem kell lenni vlog, tehát úgy csózni. Gaming, vlog, music, csatorna, YouTube cooking. Csatorna. Na megyünk, mert meleg. Oda nézzél, Lucas, sehol senki. Szinte egy ember van, valahogy kettő. Hogy itt vagyunk a játék részen. Mindenki eltűnt, befejezte a bevásárlást erre az évre. Hogy most sétálunk körbe. És... Mit mondasz? És megjöttünk az autóhoz. Ja, megjöttünk, vettünk a kártyát. Úgyhogy a ja, kettőt ugyanis nem volt 30-as. Egy kettő kisebbet kellett venni, és hazamegyünk. Ja, hazamegyünk és feltöltjük. De nem megyünk haza, mert nyitjuk az autót. És megyünk a szüleimhez. Megjöttünk! Itt vagyunk a szlávjel, legalábbis itt a liftbe. Láttad? Felérkeztünk. Mi a helyzet? Ja, most kinyitjuk. Csak mehetünk. Gyorsan! Futunk! Menjél! És... Nyuszi. Mi? Mi van a kezedben? A Lucasnek a régi kamerája, látod? Ugyanis odaadtam neki, az előbb kerestem valamit és megtaláltam a régi játékok között. Ez ilyen gyerek kamera. Tud működni, hogyha van benne elem, de ebben nincs most elem. Amúgy lehet vele felvenni, csak a minősége nem nagyon jó. Ilyen gyerekeknek találták ki. Egy kicsit idősebbnek, mint talán a Davis, de majd rakunk bele elemet, aztán tud vele filmezni. Amúgy közben hazaértünk, lement a nap, látod, sötét van már kint, rendesen. Tűzijátékot még nem láttunk, lehet, hogy már volt tűzijáték, nem tudom, ezzel az oldalon még nem volt, vagy biztos, hogy itt is lesz. Általában szokott lenni, nem csak új évkor, hanem itt-ott, nem tudom, hogy miért volna, itt mindig látunk tűzijátékot. Most pedig nem más fogunk csinálni, mint valószínűleg lehet, hogy vacsorázunk, hogy a szüleimnél ettünk sok ilyen minek mondják azt? Annak azt a húsgolyót elfelejtettem, fasírozottad, ugye azt a pici fasírozottad, azt nagyon szeretem, azt a nagyon pici fasírozottad, amit anyukám csinál, meg sok mindent ettünk. Úgyhogy annyira ilyesek vagyunk, hogy nem mondjuk. A Lucas elment fürödni, a Davis most volt, hogy elmegy aludni, ugye hány óra van? 3:48 van, már megebédelt, megvacsorázott, ő is meg is fürdött, most éppen nézi a tévét. Amúgy mindenkinek köszönöm, írtátok többen, hogy boldog ugye új évet. Tényleg nagyon szépen köszönöm mindenkinek, mi ugye sok mindent nem fogunk csinálni, de írtátok, ugye a telepő videóban kérdeztem, hogy mit fogtok csinálni, és írtátok, hogy ugye több felé, mindenki más felé megy persze, valaki otthon lesz, valaki elmegy valamerre. Úgyhogy ezt a mai videót itt most lassan befejezem. Aztán valaki kérdezte, nem is valaki, többen kérdeztétek, ugye, hogy a GoPro-t fogom használni rendesen mostantól, vagy nem. Fogom használni a GoPro-t, de itt-ott. Tehát, hogyha 4K-ba szeretnék ugye filmezni, akkor a GoPro-val fogok. Vagy ha elmegyünk a tengerpartra, vagy ha azt szeretném, hogyha többet látnátok, vagy elfelejtem feltölteni az akkumulátort ezen a kamerán, akkor fogok vele filmezni. Tehát össze-vissza fogom majd cserélgetni, aztán meglátjuk a hangminőséget. Tudom, hogy nem a legjobb, de szerintem jobb, mint a régi GoPro-i. Olyan ugye sos lesz, mint ennek a kamerája, ugyanis ez a kamera jóval drágába került, mint mondjuk az a GoPro, és azért jobb a minősége a hangnak, a videónak, meg ugye mindennek. De nem olyan rossz neki a minősége, tehát a régebbi GoPro-nak rosszabb volt a hangminősége. Ez sokkal jobb, nem a legjobb, de a kettőt összehasonlítani ugye nem lehet, de szerintem élvezhető. Tehát, hogyha nem keverem a két kamerát, ugye a minőségét, ezt meg a GoPro-ét,
akkor szerintem nem olyan rossz a hangminőséget, tehát lehet érteni. A régi kamerán is értettétek, ugye a régi GoPro, mikor szoktam beszélni, és ott sem volt a legjobb. Na minden! Úgyhogy ezt a mai videót én itt most lassan befejezem. Még egyszer mindenkinek boldog új évet, mire ugye nézzétek ezt a videót, most már vége van az új évnek, a szilveszternek, az új évnek nincs vége, a szilveszternek. És már felébredtetek. Úgyhogy mára ennyit. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézzék, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!